Megérkezett. Énekelt. Átváltozott. És győzött. Petra. Avagy, hogyan nyerjünk Fehérvár hangját? Jó napot kívánok! Vagyok. Igen? És Krisztina Anglérától a Hörtöt szeretném elénekelni. Jó. Mehet? Mehet, igen. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were when I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you've all been dead. Whoa. Sometimes I feel broken inside, but I fought on me. Sometimes I just wanna hide, cause it's you and me. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wanna do to have this morning chase. To look into your eyes and see you looking back. Whoa. Just calling to, and I'm hurt myself. Oh, oh, if my head just warm a day, yeah, yeah, I would tell you I must need a message to been away. Hey, yeah, hey, whoa, it's dangerous. Is someone a flying? So try. Nagyon jó. Bravo. Köszönöm. Yeah. Elmúlt fel sem, az előző ének is borzalmas volt, ez viszont nagyon jó. Köszönöm szépen. Őrület. Jó van, nekem nagyon tetszik. Nagyon jó volt. Nagyon. Volt dinamika, ív, minden volt. Nagyon jó. Egyszer-kétszer éreztem, hogy így ellen lesz ez egy-két ilyen stílus. Egyet így a végén kicsit is szétesik, de a hangnemi kitérés is tök jó volt. Nagyon jó. Köszönöm. Nagyon jó a füled, nagyon jó a stílus érzéked. Gratulálok. Köszönöm szépen. Jó van, ügyi. Én irigylem Ádámot. Ezt írod az önéletrajzodba, hogy négy dolog tölti be a hétköznapjaidat. Így van. Irigylem. Meg azt, hogy miért jelentkeztél, el akarom hinni végre, hogy jó vagyok. Hidd el. Jó vagy. Jó? Köszönöm. Okay. Csak itt tovább. Ezt nem tudom, hogy honnan szedte különben. Hát ez egy ilyen tipikus ilyen női cucc szerintem. Én ahogy ismerem az énekeket, ez mindig a probléma. 9. se volt rossz. Hát fiú múlik. Mint? Mármint az, hogy jó vagyok, tehát ez a... Nem, az éneklés vagy, mint előadó vagy, mint... Ja. Nem, nem az? Kit érdekel, hogy talál? Engem. Ne. Akkor földölök biztos.
Ha valaki ilyen jó vagy valami, és engem mi megfog ilyen kis valamivel, én elkezdek könnyezni. Tényleg, mert rossz éneklés, ne elkezd fájni a fejem. Így kezd így beszúrni, és így elkezdek kijönni belőle. Úgy érzed, hogy a cukor lesz a megoldás erre a dologra? Hogy érzed most magad? Nagyon jól, nagyon pozitív élményeim voltak végig, úgyhogy szerintem sima ügy. Nagyon jó volt tényleg. Nem kaptál nagyon kritikát, ezt hogyan értékeled? Nem kaptam, és ez nagyon jól esett, meg minden, és szerintem, hát ugye, úgy, annyit, hogy gondolom ezt az egészet, nem kaptam, hát ezek szerint jó volt akkor, és akkor nem hibáztam nagyon. Kire gondoltál közben, miközben énekelted? Hát inkább a szövegre figyeltem, mert beleéltem magam egy szituációba, és így megpróbáltam a számot az irányomba átfordítani, és úgy előadni, mintha ezben nem történt volna ez az egész. És így adtam elő. Hogy érzed, sikerült? Igen, abszolút. Lovas Petra vagyok. Hát igazából 6 éves korom óta énekelek, és azóta egyfolytában. Minden fellépésen igyekszem ott lenni, ahol csak lehet. Ahova hívnak, igazából ilyen rendezvényeken, ilyen versenyeken még igazából egyszer voltam, meg ugye most ez a Fehérvár hangja. Hát ezen kívül ilyen sulis fellépések, ahova tudok menni, ilyen szilveszterkor szoktam menni ilyen helyekre, nagyon jó. Ha énekelek, akkor át tudom adni az érzéseimet, és nagyon jól érzem magam, amikor látom az emberek szemébe, hogy ők is élvezik azt, amit csinálok. Állam mindenben támogat, amiben csak lehet, és nekem még nem volt ilyen, hogy így mindenben támogattak volna, amint így a szerelem téren, úgyhogy ez így nagyon jó, mert tényleg úgy érzem, hogy Ádámban soha nem fogok csalódni, tehát tényleg minden jó. A barátaimmal azt nagyon szeretek lenni, bulizni velük, együtt lenni, és most főleg, hogy így nagyon támogatnak ebben az egészben, és nagyon örülök neki, hogy így szeretik, amit csinálok, és így állnak ott vannak a csarkamban, és szavaznak, és igen. Nagyon szeretek emberek elé kiállni, és szeretem magam megmutatni, úgyhogy nekem ez nem lesz akadály egyáltalán. A párizsi út az minden álmom, mert még soha nem voltam külföldön egyáltalán, úgyhogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ki tudnék jutni oda, mert nagyon szívesen megnézném, hogy milyen ott. Nagyon imádok énekelni, nagyon szeretek fellépni, és szerintem nagyon sok örömet tudnék ezzel okozni, hogyha rám szavaztok, és ha megnyerem, akkor meg végképp, mert akkor meg akárhova hívtok, oda megyek, és úgyhogy szavazzatok sokat! Következő elődöntős pedig egy igazi exhibicionista, mondhatjuk így, hogy vadóc lány, nem más, mint a 94-es születésű Lovas Petra. Mint mondja, szeret bulizni, és a barátai jelentik a legtöbbet számára talán. Ha énekel, átadja az érzéseit a színpadon, azt mondja, bárhol, bármikor képes nekiállni énekelni. Krisztina Aguilera-tól fogja énekelni a Hurt című számot, jöjjön tehát Lovas Petra. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew, but I know today. Sometimes I feel
broken side, but it wouldn't mean. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you and me. It is so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Won't you tell me I was wrong? Won't you help me understand? Are you looking down upon me? I'm proud of who I am. There's nothing I wanna do, so I'm just more wanna change. Kovács Petra! Úgy látom, hogy itt egészen népes rajongótáborod van. Kik ők pontosan? A barátaim és a családtagjaim, akiket nagyon-nagyon szeretek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és itt vagytok velem. Petra bemutatkozásában azt írta, hogy el szeretné végre hinni, hogy jó. Most a zsűrit kérdezem erről. Figyelj. Petra, csak annyit tudom mondani, hogy nagyon jó vagy. Hozzá kicsit van az egész éneklésben, nagyon-nagyon jó. Tehát van egy nagyon erős energia jön a színpadról. Ez az első olyan produkció ma, amire azt mondom, hogy ez egy felnőtt egyéniségre val. Tehát úgy tudod kezelni az energiákat a színpadon, amire szükség van. Tehát én énekes szemszögből nézem, énekes előmű szemszögből, nagyon-nagyon nagy energiád van. Azt gondolom, hogy ez a fajta kapcsolat szükséges az univerzummal ahhoz, hogy tudjál gyönyörködtetni másokat. Ebből is látszik, mert van rajongóbázis, biztos a suliból jöttek. Meg egyébként viszont lehet érezni az energiát, ez nagyon-nagyon jó. Gyönyörű a hangod, nagyon szépen megfogod a hangokat, viszont nagyon be voltál tojva, nem kell betojni, mert nagyon-nagyon jól énekelsz. Tehát semmi értelme, ezen túl kéne valahogy lépni ezen a történeten. Megvannak a hajlítások, minden megvan, amikor meg betojsz, akkor meg így elereszted, tehát nagyon nagy lesz a különbség. Tehát egy világszínvonalú éneklést hallok, és egyszer csak így elbizonytalanodsz. Nem szabad. Próbáld megtalálni azt a belső, mindig alapérzelmekre súlyozzál. Dű, nyugi. Dű, félelem, öröm, szerelem, beteljesületlen szerelem. Vannak ilyen alapérzelmek, amihez vissza tudsz kötni, és mindig arra koncentrálj belőle, arra koncentrálj, hogy azt idézsz, azt idézsz, és akkor a körülmények, mert tudom, hogy a nőknek ez para, a körülményekből kivonni magatokat, akkor kizárulnak a körön kívülre. És a te köröd, az itt lesz így körülötted, és mindenki abba a körbe akar így bemenni. Mint hogy ez meg is történt egy csomószor. Úgyhogy köszönöm neked, én nagyon-nagyon élveztem az éneklést. Úgyhogy gratulálok. Hát Petra, el kell, hogy mondjam, hogy itt Barnának mondtam éppen, hogy megkönnyeztem a számodat annyira. Tehát nekem, engem teljesen szíven ütött, ahogy énekeltél. Én köszönöm szépen. Én nagyon nem is fogok tudni semmi mást mondani. Nagyon tetszett.
Többet jelensen bevallom, hogy én is megkönnyeztem a számot, vagy a számot kicsit titkoltam, és itt próbáltam úgy titokban letörölni a kis könnyeimet. Elején én is megijedtem. Ahogy bejöttél és elkezdtél énekelni nagyszerű, aztán valahogy kicsit elvesztettél engem. Én egy ilyen ösztönlény vagyok. Nem tudom, mi az, amire utalt a Barna is, hogy mi kell ahhoz, hogy valami létrejöjjön egy előadó és egy közönség, vagy egy hallgató között. Mondva, az elején egy picit elveszett, és aztán visszajött. És a végén megint ott volt. Hogy be voltál tojva, így igaz, de hát általában be van tojva az ember. Hidd el magadról, hogy jó vagy, és változatlanul irigylem Ádámot. Nagyon jó volt, nagyon tetszett. Gratulálok, Petra. Mit szólsz a zsűri értékeléséhez? Egyáltalán megkönnyebbültél most, hogy lejöttél a színpadról? Abszolút megkönnyebbültem. Jobbra számítottam, mint amit vártam, úgyhogy el is érzékenyültem a végére, úgyhogy de nagyon örülök neki mindennek, amit így kaptam a zsűritől. És hát nem kevesen drukkolnak itt most neked, azért azt hiszem, hogy ezzel nem sokan vannak így. Így van, nagyon örülök neki, mert nagyon nagy rajongó táborom gyűlt össze, úgyhogy nagyon jól esik, hogy itt vannak velem, mert ez egyfajta erőt ad, hogy velem itt vannak, és támogatnak abban, amit csinálok. Hogyan keltél fel a mai nap? Mire gondoltál? Mi volt az első gondolat, ami eszedbe jutott, amikor kinyitottad a szemet, hogy Úristen, jönni kell? Így van, ez volt bennem, hogy nagyon várom ezt a napot, nagyon várom, hogy felmesek a színpadra, és hogy a barátaimnak, ismerőseimnek meg tudjam mutatni, hogy igenis van bennem erő és hang. Nehezebb volt egyébként, vagy könnyebb úgy, hogy tudtad, hogy ennyien itt lesznek, és kíváncsiak rád? Ezerszer könnyebb volt, hogy tudtam, hogy itt vannak, és erőt adnak nekem mindenféle téren. Mi lesz akkor, hogyha megtudod, hogy igen, tovább jutottál a legjobb 12-be, hogyan készülsz a döntőre? Hát, azt még nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés, egyelőre még fogalmam sincs, egyelőre csak így most ezt szeretném zárni, és akkor továbbiakban majd meglátom, hogy fog ez működni. Erről már beszélgettünk a múltkor, de mondd el még egyszer, hogyha december 9-én úgy adja Isten is, kimondják a neved, hogy te vagy Fehérvár hangja. Nos, akkor mi lesz? Hogy fogod magad érezni? Mit fogsz először csinálni? Iszonyatosan büszke leszek arra, hogy megkaptam ezt a címet, hogy kiérdemeltem, és persze fogok nagyobb önbizalmat kapni ettől. Hát nem utolsó sorban nagy remények, ugye? Tudod, Párizsi út Ádámmal. Így van. Készülök rá nagyon. Úgyhogy megteszek mindent azért, hogy eljuthassak oda. Kérem a zsűrit, hogy értékelje a produkciót. Teljesen lenyűgöztem magamat. Most egy más szót, mert a Quintus Konrádnak mindig vannak ilyen szakhülyeségei. Professzionális koncert volt. Kár, hogy egy szám volt csak a koncertig. Tehát a koncertből egy szám volt. Figyelj, gratulírem. Azt gondolom, hogy egy nagyon érett színpadi művésznő vagy. Amit most itt láttunk, az egy teljes értékű produkció volt, dinamikus, jó hangú. Egyetlen dolgot szeretnék mondani. 2-4-re tapsolunk. Köszönöm. Én köszönöm. Jó. Vagy 1-2-H4-re. És akkor mindegyik benne van. Na mindegy, ez most vicc volt. Egy a lényeg, hogy fantasztikus énekesnőnek tartalak. Abból a szempontból mondom, hogy az első olyan produkció, ami hát most az eddigiek közül, ugye kimagaslik, hogy azt gondolom, hogy ebből az ének, csatlakozik a Tomihoz, hogy szerintem ebből meg lehet hallgatni egy koncertet tutira. Tehát most ebből az egy számból el tudom dönteni. Ugye a többieknél nem teljesen lehet még érezni, mert érezni bizonytalanságot, ilyen szakmai dolgokat. Nálad nem érzem. És szerintem nagyon jó volt a dalválasztás is. Úgyhogy nagyon jó. Egy valamit, hogyha megfogasz tanácsot, hogy szerintem egy icipicit jobban bele kell élned magad az üzenetbe, a nóta üzenetébe. Én azt gondolom, hogy kicsit elvesztél a hosszú hangok kitartásában, ami gyönyörű szép dolog, de tudni kell minden egyes pillanatban, hogy miről énekelsz, és amikor tudtad, akkor éreztem azt a dolgot, de mivel hogy jó énekes vagy, ezért azt is lehet érezni, amikor nem érzed. Ez csak egy ilyen nagyon-nagyon ilyen magas színvonalú kritika, olyan értelemben, hogy ha ezt megfogadod, akkor viszont akkor tényleg elválasztod magadat gyakorlatilag
sok jó énekestől ezzel a dologgal, mert akkor csak a te érzéseid lesznek abban a dologban, mert azt nem fogja tudni senki utánozni. Tehát amiben a legjobb az ember, az önmaga. Köszönöm. Köszönöm. Szerintem nagyon egybe volt, nekem nagyon tetszett. Köszönöm az előadást. Annyit tudnék ajánlani, hogy a mai verseny eredményétől függetlenül, nem tudom, hogy a kollégák hogy fognak majd dönteni, mindenképpen több tehetségkutatón indulj, mert előbb-utóbb meg lesz ennek a helye, amit most láttunk. Köszönöm szépen. Petra, én nagyon izgulós ember vagyok, és idáig jöttek versenyzők, kicsit megszeppentek, kicsit csinosak, mindenkiért egy kicsit izgultam, és bejöttél te, és elkezdtél énekelni, és én megnyugodtam, és levettél a lábamról. Hogy érezted magad? Úgy sikerült, ahogy szeretted volna? Mit éreztél ennyi ember előtt énekelve a színpadon állni? Nagyon jó érzés volt. Most igen, én amikor a próba volt, én úgy éreztem, hogy nem fog menni, tehát nem tudom átadni, de most itt azt éreztem, hogy teljesen jó volt. Még többet is adtam, mint amit magamtól elvártam. Egyetlen egy ember nyerheti meg ezt a versenyt, úgyhogy szeretném elmondani, hogy 2011 Fehérvár hangja versenyt nem más nyerte, mint Lovas Petra. Lovas Petra! Gratulálunk! There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out to dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, you know I'll lay your ship bay. See how I leave but every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The stars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hand, but you played. Could have had it all. We could have had it all. Yeah.
to play, 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 to